Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ismét egy kis Season of Discoveryzés várató. Most már, ugyan még nem, de most már ebben a streamben meg fogjuk előzni önnön magunkat. Beérjük magunkat. Ez azt jelenti, hogy én a Season of Discoveryt egy másik realmen kezdtem el, és ott már elértem a 16-os szintet, viszont Nessájjal és veletek egy realmre mentünk, és újra kezdtem, hogy tudjak veletek együtt játszani. És aki akar, azzal majd tudok együtt játszani. Aki szeretne jönni hatalmas klánba, hogyha van még hely, akkor nyugodtan szóljon. Ja? Nincs TGF. Akkor majd lesz. Nincs hely, srácok. Fake info volt. Már beteltünk közbe. Ettől még tudunk együtt játszani. Most Wanted, amúgy végig akarom játszani a Most Wanted-et, tehát hogyha már ezt arra annyi szor mondtátok, hogy jó, akkor azt majd végig kéne játszani. A Carbont azt egy 3-4 éve nyomtam. Ez mi? Azt írja Konix. Vörös gerinc, hegy ellátmány. Kedves Sí, remélem levelem jó egészségbe talál rád, és kalandod tele van izgalmakkal. Küldeményedben megtalálsz egy nadrágot, amit én vartam neked, valamint ellátmányt, ami a Vörös Gerinc hegy kalandjaidat segíti majd előre. Főként küldetéshez való tárgyak, már nagyon várjuk, hogy ismét élőben legyél, addig is vigyázz magadra. Maelstorm mély tisztelettel. egy 17-es 166%-os upgrade. Na ez nem semmi. Kedvesi, fogad hálnál, mi elévül ezeket a zsákokat, remélem így enyhül majd a problémád, várom már a kalandozást. Köszönöm szépen. Illetve támogatva a kalandodat sikerült szertennem néhány portékára, ami téged akár érdekelhet is. Bevallom, egyik elemet én vartam szerény hajlékomba, de remélem jó a lábadra. Ez jó, ez olyan érzés. Mi? Konix legjobb cipői viseld szaladj járj. Na várjál, most akkor melyiket vartad magad? Ezt? Na az nem is rossz. Most szent itt meg a Carbon egy storyline, érdemes nyomni. Na azt akkor majd nyomjuk a Most Wanted-et. Csak hát rossz lesz zenénk nélkül nyilván. De a Carbont is újra akarom játszani. Ez a Classic WoW, igen. De a Classic WoW-nak is olyanja, hogy ha valaki a Season of Discovery-vel akar játszani, akkor itt ki kell választani, hogy Seasonal, és nem a Classic-ére, meg nem is a Hardcore. Mondjuk itt a Classic érában, hogy van megkülönböztetve az a realm, ami Lich King-es, illetve az a realm, ami vanilla maradt, azt nem vágom. A Russian? Hát ez a... Ha oroszként akarsz játszani, akkor ezt kell elindítani. Nem tudom amúgy ez micsoda. Nem tudom. Ez egy roleplay szekció. Itt oroszként kell kiadnod magad. De szerintem Brizsi, ez neked menni fog, mert mondod, hogy Oppecski, meg Csuzakri, meg miket mondanak még? Az kevek. Érted, a Seasonal, Classic, és a HC, meg a Russian. Na. Nem vesszük ki. Csak azt vesszük ki, amit tudunk használni. Ezzel amúgy mit csinálja Konix ezekkel, amiket itt küldtél? Ezekkel.
Az egy küldi lesz majd. Okés. Ja! Hát a Red Ridge Mountain, a vörös gerinc hegye ellátmány. Értem, értem. Azért így csinálom, hogy nehogy eladjuk véletlen a cuccokat. Hopp, hopp, egy gold. Ott is van. Köszi szépen. Köszi szépen. Már megérte akkor neked klottyokat adni. Konix. Fehér cipőből lett zöld. Na majd aki, hát igen, ahhoz 20-asnak kell lenni, amit szerintem ma nem érünk el. Szervusz Marci, szevasztok srácok. Azt hitted mi? Eladom itt a táskádat. Szerintem ezt úgyse fogják megvenni. 49. What? Fél goldért árultak egy ilyet. Na. Hatos táska, hatos táska. Azt nézzétek. Very big. Hát ez annyi, mint hogy 8 darab hely. Köszi szépen. Na, itt már valaki Mikulás sapka van. Én is kérek Mikulás sapkát, Konix. Mondjuk ez erős lenne, hogy azokat is megveszem. Szólos, nem lehet átadni, komolyan. Amúgy nekem tetszett ez olyan, tetszett ez az üzenet, Konixnak az üzenetem, mert olyan roleplay-es volt, nekem tetszett. Még egyszer mondtam, hogy tetszett. Akkor küldetés van erre a sapkára? Egyébként? Azt hittem, hogy a télolos várja. Kéne amúgy javítani is. Bosszok dobják? És akkor a bosszokon is van sapka? Mármint, hogy azt hiszem csináltak ilyet a Blizzardék, hogy a bosszokon is van sapka. Jó, hogy bosszok és mobok is dobhatják. Ó. És a bosszokon van sapka? Egyébként? Mármint így a dungeonben. Sapkás Deadwing. Na, mindjárt felülünk itt a Griff hátára. Nem figyeltétek? Na, oda megyünk, Lake Shire. És sorsolunk játékot. Na. Nem szoktam ilyet csinálni. De kíváncsi vagyok valamire. Aki itt van, írjon a chatre egy egyest.
Jó. Ez amúgy már elég volt nekem. Mármint, hogy így szemléltetés szempontjából. Oké. Tehát akkor vagytok páran. Srácok. Akkor indulnak a nyereményjátékok. Mármint indulnak a nyeremények. Indul a nyereményjátékozási. Most egy gas station szimulátorral fogunk kezdeni, ami a tavalyi év egyik nagy kedveltje volt. Mármint, hogy nektek. Én nem játszottam vele. Illetve lesznek még itt más érdekes játékok is, mint például a The Öskent, amihez már azóta csináltak magyarítást, valamint itt van a Hot Wheels Unleashed, aminek már van második része is, de ez az első lesz, valamint a Plague Tale Innocence. Úgyhogy ilyen játékok lesznek sorsolva ma biztosan. De ezen kívül még lesz, hogyha ha figyelek eléggé. Köszi szépen amúgy a visszajelzést. Aki most jött, vagy nem figyelt, mert amúgy én is most tudtam meg, mert nincs hely a klánba. Elvileg meg vagyunk. Üres a kassa? Na basszus, Noriens. Hello. Have a good one. Legutóbb, amikor idejöttem, akkor 14-es voltam. Hey there. Minden megvan, amiket felsoroltál, így legalább megadom az esélyt a többieknek. Nem nyerek ma többen. Csak nyugodtan, egyébként nyugodtan nevezzetek, srácok. Ha szeretnétek. A trófea tiétek, ezt nem veszi el tőletek. Senki kivéve, ha rezetelek. Amúgy, látom, azt írjátok, hogy azért nincs elég trófeátok, mert keveset streamelek. Hogyha befejezem a streamet, és úgy hagyjátok az ablakot, úgyhogy meg van nyitva a chat, akkor is kaptok. Well met. Ki mondott ilyet? Konix. Meg szoktak tárgyi nyeremények is lenni egyébként. Nézd meg, itt egy NPC menőzik. Hey there. See you later. What can I do for you? Itt mutat egy felkiáltó jelet, de most nem tudom, hogy az addon miatt mutatja. Aha, az addon miatt mutatja. Annyit csinálunk még, hogy kikapcsoljuk a details-t. Akkor Nix nem jön partizni. Huszonat pluszos Elite Quest. Need help? Have a good one. See you around. Aha, köszi, hogy ez volt az a gulyás. Ó, sokan neveztetek most, srácok. Vannak, akik 10 jeggyel is. De ahogy látom, a legtöbben 2 jegyet vettetek. Gyere nyugodtan, Konix.
Meg aki szeretné is erre questel, nyugodtan jöhet egyébként. Nagyon tetszik, itt ha megfigyelitek, itt látjátok, hogy kilép be. És itt van például Fitchman. Te már a vége fele jársz? Lassan már 25. Ja, hogy a Red Ridge vége fele, ja, értem. Jaj. Nem mentünk el Warlock trénerhez? 16-oson kapom a víz alatt lélegzést, igaz? Te is vagy? Oksa. Hosszas orkok kellen? Az igen! Na jó. Konix, te már 25-ös vagy. Metamorfózissal. Hanyas szinten érdemes neki menni a metamorfózis megszerzésének? Gruppal érdemes? Hirtelen most azt se tudom, hogy mit kéne itt keresni, hogy megtaláljam Hillary-nek a nyakláncát. Legutóbb ez könnyen meglett. Hát ez annyi, hogy oda megyek, és akkor ott gruppot keresek, nem? Vagy rossz elképzeléseim vannak erről? Nem látok semmit. Én délután 2-től 3-ig írkáltam grupra, és nem volt senki. És hanyas szinten érdemes? Klámba kérjek streamer segítséget? A legnagyobb mob, amivel harcolsz, 29-30. Ja jó, csak azért kérdeztem, hogy például ma bele, tehát hogy ma megpróbálkozunk-e ilyesmivel, de akkor érdemesebb ezt max szinten kiszedni. Noksa. Ja, 20-22. Jó, oké. Ez jó lesz. Itt van két 20-as mörlák. Na, az a gond, hogy most nem láttam a deepst. Hm.
65-ös volt a Deep Sad, nice. Itt jelez még valamit, valami oszlós cuccot. Ja, látom. És ezt gondolom olyan, hogy ha most a csávó kilútolja, akkor az ott el is. Ja, azt hittem, hogy eltűnik. Na. Srácok, sokan neveztetek, és most ki fog derülni, hogy ki nyeri a Gas Station Simulatort. Lovacska. Váó, lovacska. Géza a Gézához. És mindjárt jön a következő nyeremény. Ha már karácsonyi hét van, akkor legalább megpróbálok odafigyelni, hogy nyereményeket kapjatok. Hiányzott már a kalapálós hang. Ó! igen. Szóval ez egy 21-es quest, és nekem most nem ide kéne mennem, hanem visszamenni oda az elejére. Épp azt néztem, hogy basszus, nekem itt egy csomó küldetést adott lent, és nem is azokat csinálom. Tényleg megvolt az első dungeon, a randomokkal egész jó volt, kevesebb a player, de azok normálisak. Aha. Nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz majd a dungeon élmény. Na, hát gratulál, lovacska. Ez miért is van amúgy? Ó, értem, szóval a nem lokot ki kell kapcsoljam. Nem tudtam fölvenni más questet, vagy itt van az a Wanted-es küldetés, Konix, amit mondasz? Ja, itt van. Ó, hogy ez... Ja. Oké. Okay. Shadowlands-et toltam végig, a 70-es playerek ott nagy segítségek tudnak lenni. Ja. Azt hittem, hogy itt a Season of Discovery baló. egy pillanatra azt hittem. Szervusz, Hammerc. Üdv mindenkinek, srácok. Ja, megyek. Van kedved eltaxizni oda Konix engem a Crossroadra, vagy hova? Mert addig elintézem itt a nyereményeket. Maradsz inkább a retailnél, aha. Na. Hát nem ígérem a sorrendet egyébként, így a nyereményeknél, mert nem emlékszem a sorrendre. De annyit mondhatok, hogy most a Plague Tail jön. Lovacskának pedig jó szórakozást. Konix taxi bizony. Ha jól emlékszem, akkor ez az első része lesz a Plague Tale-nek. Nem hiszem, hogy a második részét adnák a Humble Monthly-ába. Főleg, hogy ez egy 2022 augusztusi monthly. Úgyhogy ez a Plague Tale-nek az első része lesz, amihez van amúgy magyar nyelv, és nem is ilyen AI generált DeepL-es cucc. Megéri a Dragonflight-ot a War Within-nál beszerez? Hát szerintem most úgy érdemes megvenni, hogyha
Hogyha a Warvidinnel is tervezel természetesen játszani. Köszi, Konix! Aha, és most vissza. Most megyünk vissza oda, aztán oda. Epiken azt hiszem ingyen adták? Vagy az hogy van meg neked, Mikém? Azt hiszem amúgy ingyen adták. Hogy lesz a téli szünet? Úgyhogy most péntekig biztosan leszek, és jövő héten pedig elvétve leszek. Hétfőn nem hiszem, de lesz egy olyan program, ami nem titok, legózós program. De a jövő hét az még kérdéses, hogy... Tehát, hogy igazából azt mondom, hogy jövő héten nem leszek. De be vagyunk készülve. Hogy majd legózzunk egy jót. Nézhetitek, hogy csavarozok? Nem, ez most tényleg legózás lesz. Nem gépszerelés, pedig amúgy az is jó volt. King's honor, friend. Go with honor, friend. Gyorsan még ezt a herbalistás izét is leadjuk. Aha, igen, volt De Augustin is, Iron Man is, és R2D2 is. Az is jó projekt volt, de ez most ilyen egyszerűbb lesz. A srác full izé szedbe volt. Karácsonyi szedbe. Szia, Soulstone! Szia, Sufni! Szevasztok, srácok! Hát most már egy ideje így szaladgálunk, de ez azért van, hogy fölvegyünk minden questet. Hey there. Have a good one. Három démonom is van. Ez a kislány is hozzánk tartozik? Mi a nevelt lányod? Vettél egy Technic Lamborghinit? Nice! Nice! Amúgy most már biztos, hogy lehagytuk az előző karakteremet. Ja, hogy még charge-olni is tudsz amúgy. Skacok, még 5 percetek van nevezni a Plague téren. Valószínűleg mivel majdnem egy hete nem játszottam a játékkal, így azért már más árak vannak az alhában.
Az komoly. Hát fél HP-zott a kis sárkány. Igen, én is már voltam ezen a helyen előző karakterrel, de legalább már szintbe behoztam magam. Ez szivatós hely volt, főleg mivel előző karival PvP szerveren voltunk, úgyhogy itt még PvP is volt közben. Zsolt. És legózunk évek óta a VR stream alatt, már megvannak az idei szetek, mindig tök jó munka. Nice. Az tök jó elfoglaltság. Én nem legóztam gyerekként. Egyébként. Voltak ilyen Lego darabkák, de csak konkrétan a Lego darabok voltak. De ilyen setünk nem volt. Igen, és így sokan nem is partiznak egyébként ennél a résznél, főleg amikor a lootolós van. Mi nem kaptuk meg a tarantulás questet. Most mongrel kell nekünk. Három mongrel. Aha, itt van. Most szerencsére üres ez a régió. Nincsenek itt a playerek. Szerintem vissza fogja térni Chris Advice, persze. Papító nélkül nem lesz már semmi, soha a régi. Még egy kell. Az ott a mongrel. Jó kis rezisztet benyomta. Na, srácok, lejárt az idő, úgyhogy eddig tudtatok nevezni a Plague Tale Innocence-re. Hú, 107-es crit. Hát ide a Flightmaster ez elég lesz, Konix. Köszi szépen. Oda néz. Lovacska. Lovacska ismét szerencsés. Ha itt van. Valaki már írta, hogy ő már telepítette a nyereményét. Na most mi van? Valami questet elfelejtettem felvenni, amúgy.
Hol adják azt a questet, hogy... lehet, hogy Stormwindben? Amikor így kell ölni a pókokat, meg ilyenek? Nem, azt már én csináltam az előző karakterrel. Mindjárt visszajövök. Igen, megkapta a metamorfózistá. A Lok. Pillanat, csak meg kell néznem azt a questet. What? Ez nem az a karakter. Belisarius. Tehát vannak olyan questek, hogy madarakat kell ölni, pókokat kell ölni. Ja, az kell nekem. Ja, de itt már meg sincsenek. Ja, azt azért nem kell csinálni, mert odaadtad a nyersanyagokat. Aha. Legalább most már nem kell izgulni, mert nem tudsz nevezni. Na, pillanat, srácok. Jó, akkor viszont mehetünk tovább. Aha. Az volt a tervem, hogy Red Ridge-be megyünk, és akkor ott fejlődünk egy kicsit. De akkor... Most hova, srácok? Csak mert hogy ezek már itt 20-as, 21-es questek. ben nyertél utoljára, igen? Tényleg. Méghozzá, azt is tudom, hogy mit. Egy hitment. Egy Hitman 2 Gold Edition-t, meg egy Pathologic-ot, meg egy Song of Unearth, meg egy Indivisible-t, meg egy One Step from Eden-t, Darksiders 3-at, My Time-et, Porsche-t, Fluffy Horde-t, Ancestor Legacy-t, Dead in Vineland-et, Agents of Mayhem-et, Framed Collection-t, Wandersong-ot, Shenmue 1-2-t, COD World War 2-t, Lego Batman 3-at, Tom Clancy's Division-t, Survival-el, Tower United-ot, 50 Seconds-ot, és hát nem tudom, ez most mi? Valami PUBG-s kódot. Menjenek a húzás questek? Duskwood 15-től van? Nem tudom. Lehet, hogy amúgy az kéne. A fél Steam könyvtáradat? Jó, de ezt úgy nézzétek, srácok, hogy 2019 vagy 8 óta nyert el Ovacska ezt a sok mindent, szóval, hogy... azért évek alatt lehet nyerni dolgokat. Hát van egy
egy Excel-em, ahol ott van több ezer Steam kulcs, és ott van, hogy az honnan van ez a Steam kulcs, odaírom, hogy honnan van, mikor nyerte, meg hogy ki nyerte. És akkor így nincs keveredés. Most, hogy visszaléptem, bebugolt, srácok, a makrom, de az hogy? Ja, szóval megnézhetjük majd Deathcode-ot. Hogy nincs petem. Meghalt a petem. Szegény mobzup. Deathcode inkább 18-tól, de még jobb, ha 20-ason kezdi az ember, hogy haladni is tudjon. Aha. Mert itt csináltuk a Westfallt, aztán átmentünk Lochmodanba. És gondoltam, hogy most akkor redridge-ezünk, de... Hát így, hogy Konix odaadta a cuccokat. Így most azok a nagyon grindolós küldetések, azok eltűntek. 16-oson érdemes lenne most visszamenni Westfallba. Uh-huh. Ja, hát ott még van egy-két küldi. Sose nyertek semmit? Na hát akkor itt az esély, nem mondtam ugyan, de elindult az újabb nyeremény, a The Ascent. Ezt lehet most megnyerni, ez egy elég király kis game. Viccen kívül. És egy nagyon jó magyarító csapat megcsinálta hozzá a fordítást. Igen, igen, mert ott sok nagyon sok mobot kellett öldökölni. Igen, igen. Mert ugye az ott nehéz volt. Az ott nehéz volt, hogy kifarmoljuk a mobokból a lootot. Jaj, jaj. Köszi szépen a linket. Ja, hát itt hozzátartozik a klasszik élményhez a sok indokolatlan szörnyű gyilkolászás. Ha távol van, az enemy ki se írja, hogy mennyit sebeztem bele. Még a gas station van? Nem. No, no. Most a The Ascent van. Konaja viszont már 50 dolgot is elvitt, Lovacska pedig 23 vagy 4-nél tart. Úgyhogy Konaja ebbe vezet, ő mindenre lecsap. De nincs olyan listám, hogy ki az, aki a legtöbb játékot
megnyerte. Nincsenek még deadmines-os küldjeim. Szerintem még nem tartok ott. Szevasz, magyari. Hát az a gond, hogy ezek olyan mobok, hogy rezisztelik egy csomó mindenemet. Sima jegy az nem működik, aha. Csak úgy, hogyha azt írod, vagy felkiáltó jegy, szó köze egy. A sima jegy az nem. Még 3 percig lehet nevezni, akit érdekel a game. Felöktek a mobok, a szemetek. Hát kár, hogy még a tint azt nem tudom bányászni. Huszonegyes mob. Az is tén. Durván szétkapja a petet. Ez nem jó hely. Azt hittem jó lesz, de ez nem jó hely. Azon kívül, hogy meg tudtuk így ketten csinálni. Konix. Ez nem volt jó hely. Mindenemet szétrezisztelték. Úgyhogy akkor
Menjünk vissza a Westfallba, hát ha ott terem nekünk babér. Sose játszottál még ezzel a játékkal? Hát ez a régi, klasszikus feeling, amit adott tizen pár éve a game. Egy kis csavarással, egy kis változtatással ezzel a Season of Discovery-vel. Nézzük közben, hogy ki nyerte a gémet, az ascendet. Willy, ha minden igaz. What? 1719-es upgrade. See you around. Neked is lokkod van? Jó kis lokk. Most kéne nekem egy vendor, gyorsan intézem. Hallottam már róla, de baj, sose láttam gameplayt. Á. See you around. Gyorsan nyomok egy gulást. És akkor visszamegyünk Westfallba. Amit nyomat Konix előtted, az nem talán pontos volt alapból. Nem vágom az helyzet. De ez a metamorfózis, igen, ez már van a retailen, csak... Csak izén nincsen. Klasszikban. Ja, BC-be jött. Na, Willy, küldöm is a nyereményed közben, és akkor jön a következő játék. Majdnem elküldtem neked a játék nevét. Na. Wow. Amit most sorsolunk, mármint ami most megnyerhető, az a Yakuza 3 Remastered lesz, és ezután pedig a 4-et fogjuk sorsolni. Szintén Steam-es kód. Elküldi neked a Steam-es linket, ahol meg tudod venni. Nagy burst damage volt a metamorfózis. Én destrolokkot nyomtam, emlékeim szerint. Immolation aura volt körülötten, mindenki csebzett, nagyon OP volt. Csak a disk map. Én nagyon sokáig Shadow voltam. Aztán a mobtól egészen a Dragonflight kiegészítőig baláztam tank vagy healer-ra éppen ami volt. Szávasz, Reaper.
Most megkapja első rúnaként a Priest a penészt. Well met. Go with honor, friend. Na. Most az van, hogy el kell menjünk a farmokra. Tudom, hogy penansz amúgy. Szóval Yakuza 3 Remastered Steam kulcs nyerhető meg most a következő 7 percben. Aztán pedig Yakuza 4 Remastered lesz, és láttam én még itt jó dolgokat. Például Temtem. Nyilván ez más közegnek lesz jó, de van ilyen is. Konix egyébként, hogyha látsz elementált, akkor nyugodtan szóljál, hogy elementálos, azt megöljük. Az ingyen pénz. Ez most mi volt? Felfedezéssel lettem 17-es. Nem. Ja. Elvitte a dot az egyik mobot. Hát akkor ding ding. Három pontot kell majd elosztani valahol. Nem tudom majd itt mire kell menni a resistance csökkentésre. Nem tudom még mire kellene három pontot elosztani. Mert is a Deadmines. Nem, még itt van mit csinálni elvileg. Majd menjünk ide följebb. Ott több az esély ezeknek a moboknak a megölésére, azt hiszem. Váó, micsoda rejtőzködős hely, Konix. Na, én erről nem tudtam. Legközelebb itt fogjuk tartani a titkos megbeszéléseket.
És ez ennyi? Nem lehet följebb menni? Jó béna. Még 3 percig lehet nevezni a Yakuza 3-ra. Ott hagytuk a szuper titkos ládát. Ott van egy. Hát mire elkasztoltam, amit el akartam, addigra kétszer is meglőttek, és így pont lejött rólam a Demonic Grace. Westfallban jobban pörög a géped? Hány százalékon megy a proci? Alaplapi hiba lesz? Gyanús, gyanús. Durva, hogy eddig megy, srácok, a Rested. Egy hétig afkoltunk a Stormwindbe, meglátszódik. CPU szoketet is tisztítani kell? Hát az a helyzet, hogy a gépeimre már elfér amúgy a takarítás. Nagyon durván poros a lakás. Úgyhogy komoly dolgok lehetnek. Itt-ott. Ez 14, aztán. Macska szőr az amúgy nem vészes. Parácska nem nagyon hullatja a szőrét. A Rested az max 2 szint, és csak a mobokra ad XP bónuszt, a Quest XP-t tolja tovább. Na, nézzük meg, hogy ki nyerte a The Ast, ja ez nem az, Yakuza 3-at. A Yakuza 3 is úgy néz ki, hogy Willihez kerül. Willi a szerencsés nyertese. Oh!
A gépedbe levő por nagy mennyiségben a hámló bőrödben van. Fúj. Fúj. Ja, egyik lábamnál egyik gép, másiknál másik. Lényegében akkor a gépem az én vagyok. És ha ezen az analógián megyünk tovább, lehet, hogy én vagyok a gép. Willy, itt vagy? A Terminátor. A gépek lázadása. Igen, a metamorfózis, a démon tank, a warlock tank. Igen. Hát, én is az voltam, aki gép előtt tettem ittam. Egykor. Nem is tudtad, hogy vovozok? Ó! Pedig hány éve már? Nem is tudom, 2009-10 óta? Kisebb, nagyobb megszakításokkal. Új Diablo szezont várjuk el? Hát, az új annyibe lesz új, ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy valami lesz, valamit lesz, illetve ott lesz az altár. Ott lesz az altár, ami brutál jó feature. Kimaradt neked, hogy vovozok? Uh-huh. Hát most a klasszikot nyomom, mert kíváncsi vagyok, hogy így ez milyen élmény lesz. De amúgy már vágyom arra, hogy retailen csapassam. Annyiba lesz új, hogy nem lesz Paragon Cap, amúgy meg ugyanaz, mint a mostani, plusz az Altar of Right elég unalmas, aha. Ja, az Altar of Right az brutál jó lett. Hát nincs itt Willy, úgyhogy újra sorsolunk. Sorry. És akkor így a szerencsés nyertes pedig nem más, mint Konaja! Pedig volt, aki 10 jegyet is vett, csak mondom.
Nagyon durva ez a 110-es crit. Na, gratulálok, anyám. Én retail, nekem mindig az, hogy megcsinálom a szezont úgy, hogy meglegyen a 2500, meglegyen a HC raid, ugye a curve, és hogyha az megvan, akkor ennyi. Utána mountok, egyebek, amiket így lehet csinálni, érdekességek. Jó lenne, hogyha lehetne több jegyet venni? Igen. Na tessék. Azt mondja, Yakuza 4 remastered lesz most, srácok. Na, erre lehet venni 100 jegyet, jó? Tessék, 100 jegyet lehet venni. Ez most egy kivételes alkalom, ha már így szóba hoztátok. Na, van egy olyan feladatunk közben, hogy oda vissza kéne menni. Illetve van itt pár kérdőjel is Stormwindben. Lehet, hogy azokat is amúgy meg kéne csinálni. Van, aki venni tud a 100 jegyet? Persze. Sőt, van, aki még 1000-et is tudna venni. Sőt, valaki 2000-et is tudna venni. Az a helyzet, hogy nem látom azokat a izéket. Kis elementálokat. Én most a 3500-at céloztam meg magamnak. Kihívás véget egy varjorral. 3500, az nagyon durva. 3500. Az ilyen 24-25-öseket kell menni, nem? Vagy annál is durvábbat? 100-at vettél is, lovacska? Kemény. Gyorsan ezt leadom, és akkor itt még körül kéne nézzünk, hogy van-e elementál, és hogyha van, akkor azt meg kéne venni, hogy meg tudjuk csinálni ezt a kombinációs cuccot. Óra trófea arány, az hogy számolódik? Fú. Tíz percenként kapsz-e, azaz. Ne arra, hogy tinguzsol, megelőztelek. Köszi, egyébként. Már nem emlékszem. Szóval, elementálos. Hát nem tudom, Konix, beraklak követni. Mit szólsz? Azt mehetünk valamerre. Elementálost keresni. Most lenne tegnap a 2700, úgyhogy a nagyja megvan. Uh-huh. Mi a cél? Megkeresni azt az elementált, aki adja a másik felét ennek a... Spear Reaper pártnak. Hát, amúgy mehetünk oda lentre is, nekem mindegy. Elnézed? Köszi. Kb. 25 mindenből. Nice. Én még nem mozgok biztonságosan a mostani dungeonokban.
nem mondom azt, hogy mindegyiknél tudom a taxot, úgyhogy még én viszonylag az elején járok, de most azért már elvitte az időt a Season of Discovery-zés. Ha valaki úgy érzi, hogy nagyon szerencsés, és érdekli a Yakuza 4 Remastered Steam-re, akkor most még tud nevezni. Te is le vagy maradva most? Hát én most előnyben részesítem ezt a season-t, hogy most így megtoljuk egy kicsit. Csak mert akarok veletek dungeon-ezni, raid-ezni. Kíváncsi vagyok, milyen. Neked az is rendez, hogy friss a játék élmény? Hát ügyes vagy amúgy, hogyha így haladsz, meg akár össze is hozod a 3500-at, azért az elég szép. Nekem így a 2007-8 volt a max. De én ilyen heti 3 kötőjel 7 órát nyomom. Na végre! Hogy kiabált? Elementál! Na, köszi! Prototype Engine. És akkor azt mondja, hogy ezt egy Harvest Reaper-be kell installálni. Ja, ez nem fix droppos. Ez nem fix droppos. Ó. Oh. Szóval kell keresnünk egy olyan Harvest Reaper-t. Mindjárt jössz, mert valakinek kell egy summon, nyomod. Itt van valahol vendor, srácok, vagy vissza kell mennem a Sentinel Hillhez. Visszasétálunk, az a biztos. Vagy lehásselek és visszarepülök. És akkor legalább AH-ra is fel tudom adni a cuccokat. Én amúgy, ha úgy van, egy nap alatt beletolok 7 órát. Ilyen ez a bov. Ilyen ez a bov. Bele lehet tolni. Nyomjunk egy Dead Mines-t? Mehet majd, aha.
Ó, most a ledör ára az feljebb van. What? A copper ára is feljebb ment? A volt, azt majd odaadjuk Konixnak. Meglepődnék egyébként, hogyha ezeket a cuccokat ennyiért vennék. Na, kérünk érte egy tízest. Ja, eljöttem, mert gyorsan leadom közben a questeket. Amik így itt vannak, meg akkor már Warlock Trainer ezek is egyet. Meg ugye fel tudom venni a választ. Ez most mi volt? Na most kíváncsi vagyok, hogy mit csináltam. Ezt most gyorsan kiklipáltam. Azt hogy? Azt hogy? Na várjátok, azt hogy csináltam? De mi? Ez mi? Ez micsoda? Na várjatok, megmutatom, hogy miről beszélek. Csak hogy... Figyeljetek! Lassítva fogom megmutatni. Ott van Konixnak a nadrágja. Equip. Szóval oda viszem, hogy equip, és mellé nyomtam. Ok.
Kösz. Köszi. Hát, így jártam. Jaj. Amúgy tudsz WoW supportnál 3 itemet restorolni havonta? Ó, mik vannak? Az menő amúgy. Az menő. És amúgy fel se tűnt, hogy az most ott a destroy lesz, mert ugye előtte az equip volt, és csak azt néztem, hogy gomb. Hát ez van. Ez van. Még az a helyzet, hogy még nem tartok ott, hogy Dead Mines ready legyek, mert még itt vannak küldetések, amiket meg kell csináljak, illetve mondtátok, hogy oda úgy érdemes bemenni, hogy már össze vannak szedve a questek, szóval nem tudom. Ó, köszi, köszi lovacska, intézem is, azt mondja... Yakuza 4 remaster nyertese, lovacska 100 jeggyel. Light be with you. Be careful for the Alliance. Light bless you. Messenger to Stormwind. Lakeshire. Ja, ez küld minket most Red Ridge-be. Jó. Micsoda meglepetés, igaz? Na, már is mondom, mi a következő game, srácok. Steam Deck-en lehetne gyors gombra, hogy dovacskának mennyi nagy eremény játék? Na, ez elvileg általatok egy jónak tartott játék, én nem vágom. Disco Elysium, The Final Cut. Ja, pont lemaradtál, Vili. Disco Elysiumra sose hallottál. Én úgy emlékszem, hogy azt mondtátok, hogy az nagyon jó game. Jókó Sensei, szerinted is, mármint, hogy te is azt hallottad, hogy ez egy jó játék? Hát, na várjatok, lehet amúgy már játszottam vele. Disco Elysium, valami játékkal játszott? Nem, ezzel nem játszottam. Ezzel nem. Hát ilyen ez a napközben, Gwili. Majd ott vennünk kell piát. Van egy olyan feladatunk is közben. Mindjárt megyek vissza amúgy Konix, csak ezt gyorsan még elintézem. Mert nagyon tele volt a táskám. Azt mondja, Pata hinta, hogy kirakták az új roadmap-et a season-akkel kapcsolatban. Na, X World of Warcraft. ...30 percre rakta ki a Blizzard. Akkor lehet, hogy Blue Post. Mert valószínűleg nem Twitteren van. Mert hogy a 2024-es roadmap, ami... Tehát, hogy ez a... Hogy hívják most roadmap? Én most csak egy ilyet találtam.
Én csak egy ilyet. De ez az ugye nem a klasszik. Ja, várjatok, az ott van alatta. Ott van, még télen meg fogjuk kapni a level 40-et, lesznek új rúnák, új PvP event, Gnomeregán raid. Jó, oké. Okay. Itt igazából csak a dátum az, ami érdekes. Tehát akkor február, január, február, valahogy így. WoW Classic Hardcore Self-Found. Már most lehet trédelgetni a hardcore-ban. Tavasszal jön a level 50, új réddel, és nyáron pedig a level 60, valamint ősszel jön még egy endgame content update. Hoppá. Igen, igen. Kata Classic, ezt jól láttad. Tavasszal jön a Cataclysm. Most van 11, majdnem 12 óránk a karakterben. Need help? Na. Hát úgy néz ki, hogy 14-es szinten se voltunk egyébként trénernél, mert hogy nem volt meg a rank 2-es korrupció. Curse of Recklessness. Drain life se volt. Most megkapjuk a nagyobb life tepet, illetve hogy a víz alatt is tudjunk lélegezni. Akkor itt kimaradt pár dolog. Well met. Még 4 percig tudtok nevezni, srácok, a Disco Elysiumra. Light bless you. Well met. És ami nekünk kell, az most a... Have a good one. Greetings. Safe travels. A démon tréner, igen. Az a Voidwalker-es cucc lesz majd. Jó, és az Impnek a Fireboltja majd 18-oson lesz nagyobb, úgyhogy ezt is megvesszük. Jó. Na most már megyünk vissza a Westfallba. De igen, ez hogy is mondjam, sejtettem, hogy itt bizony nagy trénerezésnek kell lennie.
A következő stacknyi coppert azt nem szabad eladnom. Most látom, ott van egy Deadmines-os küldi, tehát az első az már megvan. Szervusz Viktor, szevasztok srácok! Most nincs semmi. És vajon ezt hol kell adjuk? Ja, hogy kell a többi pia is. A többi piát is onnan tudjuk beszerezni, vagy ez hogy is van? Tehát Dánielnek kellenek a piák. What are you looking for? Go with honor, friend. Nézem közül, hogy hova jelezheti, de nem látok most semmit, úgyhogy egyelőre van egy ilyen piánk. Jó, leszaladunk Goldshire-be. Vagy nem szaladunk le. Majd azt is megcsináljuk, de nem most. Nézzük közben, hogy ki nyerte a Disco Elysiumot. Pingu Zhou. Elvileg a szerencsés nyertes. Gratula, gratula, mindjárt küldöm is a nyereményed. A törpétel, talán Karanoszba vagy Ironforge fejben, nem tudom. Aha. Köszi. Nem sok esélyt adtál neki? Hát látod. Én azt mondom mindig, hogy itt bárki nyerhet. Fú. Most rá akarok bökni valamire. Na tessék. The Serpent Rogue. Most ez jön. Thank you.
Ó, fel tudjuk áldozni a Voidot. Valami csóka azt írta erről a gameről, ígéretes mechanikák, a operáló alkimista játék egy középkori fertőzésekkel teli világban. Át lehet alakulni három állattá, aminek funkciója külön tetszik, pláne hogy az éjségre is figyelni kell. Igen. Hát, ismerős volt a neve, akkor valószínűleg azért, mert nyomtam be. na ez most, nézzük. Instalálom. Hop, Rune of Channeling. Ó, Drain Life-os. Na várjunk, hát a Drain Life-ot azt már megkaptuk, nem? Nincsen Drain Life-om. Mikor lesz Drain Life-om? Szóval ki kell próbáljuk. Például már ez is olyan dolog, hogy ezt még nem csináltuk az előző kariban. Gondoltam, hogy be fog támadni. Köszi a linket. Konaja. Szia, hogy haladsz. Lassan, de biztosan. Ez a rész, ami most jön. Ez jó volt partiba legutóbb. Ebben az évben meg lesz a 25 vagy a 20. Hát ez esélytelen. Az esélytelen lévén, hogy jövő héten nem leszek.
Durva, hogy mennyire látszódik ez az egy hét kihagyás. Hogy így mennyire nincs már ember itt. Ezen a részem. Gyors egy kaját még benyomunk. Közben egy olyan infom van számotokra, hogy a The Serpent Rogue-ra még 2,5 percig tudtak nevezni. Ujj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 
Mondjuk a Pathstalker az már amúgy nem kell nekünk. Na nézzük amúgy, ki nyeri a The Serpent Rogue-ot. Úgy néz ki, hogy a szerencsés nyertes nem más, mint Nashavat.
Okay, pedig csak egyet, hát látod. Egy-egyet is lehet nyerni. Hát ez inkább tombola. Jó szórakozást hozzám. Na, srácok. Van két LEGO játék, amit most kisorsolnék. Az egyik az most a LEGO The Incredibles Steam-es kulcs. Gyerek kitúrna a gép elől. Vannak még LEGO játékok, amiket sorsolok, ha úgy van. Volt valami Incredible játék, amit próbáltam, de azt szerintem nem a LEGO volt. Imádja a Hihetetlen Családot? Ó, nézzétek csak, nála van az egyik. Ja, hogy neki King of Thunder Brew kell. Ja nem, ő ad nekem ilyet. Ja, félreértettem. Tehát Hopért cserébe adja. Ez egy olyan szintű. Jó kérdés. 17. Keresem itt a mobokat közben, Pávstalker az már nem kell nekünk, ott az a highway van, viszont igen. Thank you.
nagyon szépen fel tudja hílálni magát a lock. Ez nagyon tetszik bennem. Na kell még Knuckle Duster, illetve egy Highwayman. Knuckle Dusterrel egy ideje már nem találkoztam. Ez halál is lesz. Ja. Ja, hát ott hárman voltak. Többet kellett volna fírálni. Elég jó olyan most így a Restiddel az XP. Most ugye Impel ki kell szedjünk két Soul Shardot, egyet hogy legyen Headstone-om, egyet pedig hogy legyen Voidwalker-em. Ott a Knuckle Duster. És ide spónolt még egy. Milyen mázista amúgy ez a pap. Két percig még lehet nevezni egyébként a játékra. Nyert Pinguzsó végül is, szóval... Ha az számít... Na, megpróbálunk most életet lopni. Thank you.
hát ezt el kellett volna, hogy lopjuk. Nem baj, a Voidot mindjárt le tudom idézni. Na, ketten neveztetek. Konaja és Pinguzsó nevezett. És Konaja a nyertes. Oké, okay, sikerült a Knuckle Dustert behúzni. Na, még kell egy, az utolsó Knuckle Duster. Kérdés, hogy ott hányan vannak most? Hát három highwayman van, ahogy látom. Aha, ott van. Az utolsó Knuckle Duster. Osztorot, 50-es krit, hát gondoltam, hogy mindjárt szívkodunk egy kis lelket. Tényleg amúgy rád kell sutognom, vagy hogy van ilyenkor? Hát úgy, hogy rásutogni a botra, a E-Hunter botra. És akkor, ha sikerült a sutogás, ja, hogyha nyertél? Na várjál, nem küldtem el a nyereményed? Elfelejtettem elküldeni a nyereményet. Ahogy látom. Gondolom azért írt el. Gyere, intézem. Azt mondja, Pinguzsó. Méghozzá ez az első nyereményed. Wow! Ne haragudj! Jó, és akkor... Konajának pedig az Incredibles. Bocsi. Na, have fun, Konaja. Kövi game, The Lego Movie 2 video game. Ez a neve. Hajrá. Jaj, ki van nálam kapcsolva, hogy lehessen suttogni, mert mindig küldték a hülyeségeket a botok. Azt idegesítő volt.
Rere, Miki. Durva egyébként, hogy mennyi emberen láttam már Mikulás Rucit. King's honor, friend. Na és akkor itt van egy wand, amit annó kivettem, de most maradunk ennél, mert ez éri a legtöbb szilvárt. Jó, és most elindulunk a Grayson kapitány felem. Mert ő is ad küldit. Jézus Karucit. Nem, Mikulás. Zöld meg piros Mikulás Ruci van itt. Mint az, az ott. Még 3000. 3000 XP kell. Vajon a srác skinningeli a disznót? Nem. Na. Küldtünk neki egy cuppanósat. Küldött egy szívecskét a druida, mert végigütöttem a mobját. Jaj, basszus, nem skinningeltem meg.
61-es krit. Ó, basszus, van még itt egy. Srácok, még 3,5 percig tudtak nevezni a Lego Movie 2 videógémben. Videójátszásra. Utolsó két kocka, srácok, ebből a szintből. Úgyhogy közeledünk szépen a 18-hoz. Asztalat mennyi küldi. Szóval, hogy ide kellett a Keeper of the Flame. Mármint, bocsánat, szóval, hogy ide kellett a Flask of Oil. Most már világos. Szia, Alkantizer, szevasztok, srácok! Na nézzük, ki nyert a Lego Movie 2 videogémet. Elvileg Nagy Miklós 22-es számú. A szerencsés, a három emberből. Na, gratula hozzá! Gratu, gratu! Na nézzük. Old Murkai, ez egy 20-as mob.
Ami jó. Ott is van. Bám. Bám. És amúgy 5 XP kell ahhoz, hogy szintet lépjünk. 17-esen megöltük azt a 20-as mobot, és tudunk kérni egy Spirites of Hand-et, vagy egy nagyértékű Wandot. Lehet a nagyértékű Wand egyébként. Pápá, srácok, megvan a level up, tehát ding 18. Hú. Üdv mindenkinek közben, srácok. Hali, hali. Aki a klánba szeretne jönni, azt mondták nekem, hogy nincsen egyébként TGF jelenleg szünetel visszavonásig. Szóval egyelőre nincsen, nem tudok inbeállni, mert tele vagyunk. Na, közben kövi játék. Kövi játék. Az a neve a kövi játéknak. Intruder. Ez egy lopakodós multi játék, ha minden igaz. Én a bartendert használom, Cerion. Mennyi karaktert? 1000 fő. Kicsit elmegyünk éjszakra. Köszi a linket, Konajem. Igen, az lesz az. Az intruder. Nem menekülünk. Új, ott hárman is vannak, arra nem fogok rámenni, semmiféleképp sem. Ez egyébként az utolsó nyereményi játék, így a mai nap.
A szemétje, hogy lerezisztáltam. Igazán nincs, mint egy jó szórakozást a gémhez. Hát az is orákulum. Na majd a srác itt most valamit csinál. Ja. Most már lehetne tanítani egy erősebb Firebolt az Impemnek például. Nagyon durvákat kritelünk a Vanda. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire durva lesz. Na gyere, orákulum. Még kell belőled 4. Szervusz, Fire Dragon. Ez a Hunter, ez keménybe nyomja. Ja, Coast Runnert meg Warriort még nem is öltünk. De jó, itt egy Copper. Egy Copper Vein. És fullos közben az inventory. Ezt úgy oldjuk meg, hogy kidobunk egy ilyet. És akkor kinyitjuk ezeket. Hoppá! A gyöngyök. Beírtad a chatre a trófeánk parancsot, és senki nem nevetett ki? Hát mert ugye kitörlődött az üzeneted, úgyhogy nem is látták, szerintem. Ó, itt van még egyszer Old Murkai, hát vele most nem kekeckedek. Nekem nem ezek a mörlákok kellenek. Aha, Coast Runner. Coast Runner például ott van, Warrior meg ott. Ja, ja, értem. Tehát akkor éjszakabbra kell mennünk.
No way. Sast kapott egy no way-t. Mert hogy mindjárt végzünk úgyis. Mert 5 órám. Úgyhogy erre már nem akarok partizni. Jó, a Tidehunterek azok megvannak, már csak orákulum kell egy. Illetve 7 Coast Runner, illetve Warrior. Milyen feladatok várnak ránk? Képzeljétek, hogy 4-en vásároltatok jegyet a nyereményjátékra, és úgy, hogy mind a 4-en 2-2-2-2-t. Na nézzük, ki lesz a szerencsés. Konaja 20-as számú. Az intruder nyertese Konaja 20-as számú. Sorry. Miért sorry? Ezt most nem értem. GG. Nem vágom. Na mindegy. Ő a lút király. Jó, de nem szabaknak esélyesen. Igen, igen, igen. Aki nem száb és úgy nevez, az valójában kidobja a kukába a trófeákat. Nem, amúgy. Nehogy elhiggyétek. Bárki nyerhet itt a csatornán. Bárki. Na, hát az a helyzet, srácok, hogy haladtunk, majdnem 2 teljes szintet, legalábbis így rublika ügyileg, de amúgy 16-ról 18-ra felmentünk, úgyhogy ez most elég jó. Viszont menet közben megfogalmazódott bennem az, hogy hogy amúgy eltűnt a Season of Discovery-s lelkesedésem. Nem tudom, hogy hová és mikor. De gyanítanom kellene akkor annak következtébe, hogy megismételtem ugyanazt a kalandot, amit már az első 3 streamben. Úgyhogy valószínűleg ez az, ami off volt a számomra. Ja, az izgalmakat, meg az élvezeteket. Hát ezzel nem tudok mit csinálni. Úgyhogy ez most nem azon múlott, hogy nem partiba játszottam, vagy hogy nem voltatok annyira aktívak, vagy nem tudom micsoda. Egyszerűen így azt éreztem, hogy már nem vagyok olyan lelkes, mint amikor elkezdtük. Úgyhogy ez a helyzet, srácok. Úgyhogy nem tudom, hogy jövő hétre például, hát mondjuk jövő hétre pont nem, jövőre több kedvem lesz a Season of Discoveryzéshez, de akár azt is lehet mondani, hogy ezzel véget ért ez a korszak számomra.
Nem ígérek semmit. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy vége. Remélem, hogy élveztétek azért ezt a kis kalandot. Én mindenféleképpen. Jó volt újra klasszikozni. Talán nem úgy legutóbb nagyjából ennyi időt tettünk a sima klasszikba. Még amikor a druidámat húztam.